Sziasztok! Ismét én vagyok, Klári, és most a konyhámba vezetlek be benneteket. Két olyan trükköt szeretnék nektek mutatni, amire én jöttem rá. Mivel nehezen fogom tudni fölvenni a videót, ezért most először megmutatom, hogy mit szeretnék csinálni, aztán egy picit leállítom a videót, hogy mind a két kezem szabad legyen. Na, tehát két dolog van itt. Itt van először is ez a fehér edény, itt látjátok talán ezt a fekete dolgot róla. Ezzel az történt, hogy a mosogatógépem, ami már nem egy mai darab, így véletlenül meghúztam a gumiánál, és hát nem tudom lehozni semmivel, sem mosogatószerrel, vagy semmivel. A másikat pedig azt hiszem fölismeritek, hát ez meg egy gofrisütő. Hát ha valaki mosogatott, vagy próbált takarítani gofrisütőt, ami már egy kicsit, tehát nem vadonás új, akkor tudja, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Na, mit fogok csinálni? Megmutatok nektek két dolgot, amire a citromolaj tökéletesen jó. Hát a technikai lehetőségeim még kicsit korlátozottak voltak, nem bírtam egy kézzel tartani a kamerát, meg az edényt, de most így megmutatom. Tehát rácseppentettem egy citromolajat, és végdörzsöltem, és az edényt tiszta. Ezek a kis szürke pöttyök, ami olyan, mint a mák, ez maga az edénynek az anyaga ilyen, de az a fekete folt, az simán eltűnt. A másik, ezt megpróbálom most egy kézzel, ott van a citromolaj a gofrisütőbe, és akkor ezt így megpróbálom. És most látjátok, ott, ahol a sarkában itt volt az a kis leragadt olaj, azt már letisztítottam, és így mehetek tovább a többi területre. Természetesen, ha az olajat oda cseppented a mosogató szivacsodra, akkor mehetsz körbe-körbe, és eltávolítja ezeket a ráégett olajakat. Na, sziasztok, mára ennyit szerettem volna.